Fekete kocsi áll ennek a nyíregyházi ingatlannak az udvarán, a jármű csomagtartója zsákokkal megpakolva. A felvételt a NAV munkatársai készítették, amikor rajta ütöttek a ház lakóin. Jól látszik, vágott dohányt a nejlonok. Ez már egy másik ingatlan és egy másik autó ugyancsak a Szabolcsi megyes székhelyen. Ennek utas és csomag tere is dugik zsákokkal, tartalmuk ezeknek sem különbözik. Három háznál csaptak le a pénzügyőrök a napokban a rendőrökkel közösen. Az épületekben és a járművekben szemetes zsákokban fél kilogrammos kiszerelésben fogyasztásra előkészített dohányt, valamint ezek aprítására, csomagolására és mérésére alkalmas eszközöket találtak. Az illegálisan tartott 353 kg vágott és 440 kg szárított leveles dohányáró értéke közel 20 millió forint, Ekkora mennyiségből mintegy 40 ezer dobort cigarettát lehetett volna előállítani. A dohányt és a berendezéseket is lefoglalták a nabosok, a tulajdonosok ellen pedig költségvetési csalás bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést tettek.